Boris Johnson brit miniszterelnökkel tárgyaltak ma a visegrádi országok vezetői. Orbán Viktor a megbeszélés után azt mondta, mindenki abban érdekelt, hogy az orosz-ukrán háború minél előbb véget érjen. De mint mondta, világossá tette azt is, hogy nem hagyják, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg. A vendégem Juhász Hajnalka, a Külügyi Bizottság KDNP-s alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm! Hogyan kell értelmezni, hiszen diplomáciai háború is dúl egyben ezt a kijelentést, hiszen Boris Johnson azt mondta német kancellárral ellentétben, hogy ő további erős szankciókat foganatosítana Oroszországgal szemben. Orbán Viktor akkor szembe ment ezzel a gondolattal? Az Egyesült Királyság a Brexit következtében már nem tagja az Európai Uniónak, és minden tisztelettel, de azt gondolom, hogy az uniós tagállamoknak kell eldöntenie a szankciók kérdéskörét, és miniszterelnök úr hangsúlyozta azt, hogy az energiabiztonságunk, az energiaellátás garanciája érdekében, vesző hozzátenném, a német kancellár kommunikációját is megerősítve, aki azt mondta, hogy tudomásul kell venni, hogy az orosz gáz és olaj ellátás nélkül nincs fűtés, nincs közlekedés, nincsen ipar. Ezek a kérdések természetesen hosszú távon egy vízió, az alternatív megoldás, de az energiaellátást biztosítani kell, és a mai napnak azért valóban az egyik legfontosabb üzenete, amit a visegrádi négyek hangsúlyoztak, minél hamarabb a béke megteremtése, és azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az ellenzék híresztelésével ellentétben Oroszországgal szemben az Uniót egységesen támogatva Magyarország is minden szankciót támogatott. Ezek úgynevezett háromfokozatú szankciók voltak. Az első szankció volt a politikusok elleni, az orosz politikusok elleni szankció, a második a vízumpolitikát, a pénzügyi kérdéseket érintette, a harmadik pedig a légtérhasználati kérdéskört. Várható az, hogy akkor Záhonynál vagy a magyar-ukrán határon egyfajta új vasfüggöny alakulhat ki diplomáciai vagy külpolitikai szempontból? Oroszország véleg elszigeteli magát Nyugat-Európától? Ami nagyon fontos most, és itt is hagy hangsúlyozzam, a jelenlegi külpolitikai helyzetben a higgadt és helytálló kommunikáció és az ehhez kapcsolódó cselekvés, amelyet a magyar kormány csinál. Nagyon veszélyes az az ellenzék, amely fegyvereket, katonákat akar szállítani, és olyan kommunikációt hangsúlyoz, ami az energiaellátásunkat veszélyezteti. Nekünk az a célunk, hogy a béke minél hamarabb bekövetkezzen, és azt gondolom, hogy Magyarország büszke lehet arra, hogy nem csak egyébként az Európai Unióban, hanem az ENSZ-ben is elfogadta az Oroszországot elítélő határozatot, és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában és parlamenti közgyűlésében zajlik egyébként az orosz tagságnak a felfüggesztése. Egy egységes álláspontot képviselünk, és még egy dolog, ami a mai napján elhangzott szintén, a visegrádi négyeken egy óriási teher van. Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius segítségnyújtását valósította meg. Lengyelországgal együtt valósítja meg. Ha csak összegszerűségekről beszélünk, és ez az egész uniós bürokráciát megelőzi a hirtelen és gyors, nagyon-nagyon komoly és korrekt reakcióval, 1,3 milliárd forint jutott a segélyszervezeteknek, 600 millió forintnyi összeg került a háború sújtotta Ukrajnában, itt gyógyszerek, élelmiszerek és egyéb ellátások. Üzemanyagot is szállított. Így van, és a Hitkárpátaljáért segélyszervezet, amin eddig 540 millió forint van. Ez nagyon-nagyon komoly összeg, és valóban a visegrádi négyek a mai napon is egy nagyon komoly egységes hangot képviseltek, ez most nélkülözhetetlen, nagyon fontos. 2 milliárd forintra rúg a számon, és nyilván ez az összeg emelkedni fog, miközben minél fontosabb a humanitárius segítség és a menekültek megsegítése. Mennyire egységes az Unió abban az álláspontban, hogy pénzt is adjon, segítséget is nyújtson, illetve a feltolódott menekültekkel kapcsolatos logisztikai vagy szállítási feladatokban segítséget nyújtson, tehát hogy egy kicsit ő is kivegye a részét ebből. Két fontos intézkedés történt, az egyik az úgynevezett uniós békekeret elfogadásra került, ez 500 millió euró, többek között például ez segíti a polgári lakosság védelmének a támogatását, de ami egy másik nagyon komoly lépés volt, az úgynevezett ideiglenes vagy átmeneti intézkedéseknek az elfogadása, ez múlt hét pénteken történt meg, a rendkívüli külügyi tanács fogadta el ezt a határozatot. Mi ennek a célja? Ez egy úgynevezett szükséghelyzeti mechanizmus, amely azonnal és kollektív védelmet biztosít a háború elől menekülteknek. Ennek a célja, hogy lakhatás,
tartózkodás, egészségügyi ellátás, a gyermekeknek az oktatási jogát minél szélesebb körben tudjuk biztosítani. Egységesek az uniós tagállamok ebben is. Ez a jogai szabályok szerint egy évre terjed ki, két évre meghosszabbítható, és annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azért erre is büszkék lehetünk. Ugye a menekült státuszt most megkapják a háború elől menekültek Ukrajna irányából, ezért ezeket a garanciális elemeket a hazai belső jogi szabályozásunk szélesebb körben biztosítja egyébként, mint maga az irányelv. Most a határon ugye a rendőrség is gyorsított formában ellenőrzés engedi át a menekülteket. Azért az pontosan látszik, hogy amikor valóban egy háborús övezetből az első biztonságos országba érkeznek a menekültek, nem játszódtak le ugyanolyan botrányos, erőszakos jelenetek, mint mondjuk 2015-ben a déli határon. Tehát azért világos különbséget lehet tenni, hogy akkor miről volt szó a menekült áradat, amit mindenki mondta, hogy segíteni kell rajtuk, és most. Teljesen másképp viselkedik mindenki. Egyrészt is elképesztő, és minden tiszteletem a kollégáknak és annak az adminisztrációnak, ami emögött van. Most jelenleg a határnál a rendőrség ki tudja adni a 30 napos ideiglenes tartózkodási engedélyt. Szintén friss hír, hogy azok a szállodák, amelyek a menekülteket ellátják idegenforgalmi alól, mentesülnek, valamint ugye a határmenti önkormányzatok, akiknek nagyon sok költségébe kerül a menekülteknek a koordinációja, ennek a költségtérítésének a visszatérítését a belügyminisztérium fogja koordinálni. Én azt gondolom, hogy amit miniszterelnök úr mondott, az itt kézzelfogható, a nemzetállamok oda teszik magukat, és mindent megtesznek a béke mi hamarabbi elérése érdekében, és hogy az látszódjon, hogy a valódi háborús menekülteknek mindent megadunk, és ez a V4 ebben is egységes. Diplomáciai szempontból nagyon sűrű hét következik, hiszen Párizsban is lesz béketárgyalás, úgy tűnik, hogy az orosz és az ukrán külügyminiszter is végre tárgyalóasztal ült Törökországban. Van remény arra, hogy valami enyhülés következzen be ön szerint? Ami a mai napnak az egyik szintén fő üzenet, hogy mindent tegyünk meg a béke érdekében, ez szerintem a csütörtök és pénteki napot is uralhatja, itt az uniós miniszterelnöki csúcs találkozónak az üzeneteit várhatjuk. Én azt gondolom, hogy most az a cél, egy nagyon összefogott gondolkodással, hogy minél hamarabb vége legyen a háborúnak, és visszatérjünk a béke medrébe. Valóban egy nagyon olyan hetet látunk, és kísérhetünk végig, amiben meghatározó üzenetek fognak érkezni, én reménykedem ebben. Legyen így, Mivász Hajnalka, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.